kásmiri sajvizmusnak nevezett hagyomány vagy hagyománykör végre megjelent Magyarországon. Ennek az a legfőképpen összefoglalható jelentősége, hogy a kásmiri sajvizmus az emberiség, vagy az ember, az önmagába vett embernek, mint olyannak az ismert hagyományai köréből az egyik legmetafizikaibb hagyomány. És ez eddig nem volt ismert Magyarországon, és a jelen kötet megjelenése próbálja ezt ismertté tenni. Tehát az emberiségnek, vagy az embernek, mint olyannak megvannak a maga metafizikai hagyományai, hagyománykörei, olyan hagyományok, amelyek kimondottan metafizikaiak, és valahogy ez eddig Magyarországon kimaradt. Nagyon röviden és sommásan azt lehet mondani, hogy a kásmiri sajvizmusnak nevezett hagyománykör, majd ezt mindjárt bővebben látjuk, hogy mi is, az ind-hindu metafizikákban a második legfontosabb, vagy a leginkább ismert Advaita Vedanta, mint metafizikai tradíció mellett második legfontosabb, vagy azt most anélkül mondom ezt a második szót, hogy hierarchiát szeretnék közöttük felállítani. Tehát az egyik legfontosabb metafizikai hagyománykör Indián belül, és ennek az ismerete valahogy Magyarországon kimaradt, és a fordítók, a kiadó ezt a hiányt próbálja pótolni az ország nevében. Úgyhogy lényegében könyvformájában mindenképpen most kerül először bemutatásra a kásmiri sajvizmus metafizikai hagyománya magyar nyelven. Ebből az alkalomból ültünk össze, és próbáljunk ünnepelni a magunk módján, kicsit gondolati keretek között, és szép gondolatok felvetéseivel. Most nekem, mint szerkesztőnek az egyik feladatom, vagy az első feladatom, hogy nagyon röviden és sommásan megpróbáljam összegezni, hogy miben is áll a kásmiri sajvizmus, mint olyan. Egy, ahogy említettem, az ind-hindu hagyományok körében a legtisztábban metafizikai, és ez sokak által ismert hagyomány, az az Advaita Vedanta. Mindannyian, amikor a hindu metafizikáról gondolkozunk, vagy a hindu metafizika valamiféleképpen a szemünk elé kerül, akkor az Advaita Vedantára gondolunk. Az, amiről most beszélnénk, ez ugyanolyan fontosságú, mint az Advaita Vedanta, tehát a hindu metafizikának egy további legfontosabb ágával állunk szemben. Ugyanakkor egyszer, mint azzal a problémával is szembesülünk, hogy a kasmiri sajvizmus, mint olyan, ez lényegében egy átfogó, összegző fogalom, ami nagyon sok mindent felölel. Tehát bármennyire is ez a most megjelent kötet címében azt mondja, hogy a kasmiri sajvizmus, vagy legalábbis azt sugallja, hogy létezik egy olyan, hogy kasmiri sajvizmus, és ezt aként, tehát határozott névelővel gondoljuk el, azért azt mindenképpen tudnunk kell, és tudatosítanunk kell első lépésben, hogy ez egy összefoglaló elnevezés, amely valójában több hagyománykört ölel fel.
azok, akik ezt a kifejezést, hogy kasmíri sajvizmus szeretik, favorizálják, népszerűsítik, sokat használják, azok általában a Kasmírban létező nem dualista hagyományra gondolnak, és ezt nevezik átfogó elnevezéssel kasmíri sajvizmusnak. Ugyanakkor, mint ez a kötetből is majd ki fog derülni, maga a kasmíri sajvizmus azért nagyon sok mindent ölel fel, nem csak nem dualista hagyományokat. Nagyon fontos tételeznünk, szem előtt tartanunk azt, hogy a kasmíri sajvizmus az egy átfogó kifejezés. Felölel dualisztikus és nem dualisztikus sajva hagyományokat is.